hogy meglepődést, meglepetést. Egyszerűen még szerintem fel se fogtuk, hogy egyáltalán nyertünk valamit, és nagyon örülünk neki. Az országnak ezen a részén még nem igen jártunk, szinte egyáltalán nem, és akkor most itt volt a lehetőség. Hétvégén volt az eljegyzésünk, és akkor eljöttünk megünnepelni. Felkerestük, hogy mik azok a látnivalók, és akkor ugye a város honlap, ugye volt egy ilyen opció, hanem egy opció, hogy látnivalók fel vannak sorolva, és ott láttuk, hogy van egy ilyen szép kastély plusz a vár mellette közvetlenül, úgyhogy gondoltuk, akkor ez lenne az, amit megnéznénk mindenki. Szívesen laknék itt, őszintén megmondom. Ez egy rendkívül fontos pillanat, hiszen van egy cél, ami tulajdonképpen a fenntartáshoz szükséges tervezet szerint az üzleti tervbe került, 59 ezer fő. Ez a létszám biztosítja a kastélynak az idei rendtávirés működését, és hát ezzel a számmal viszonylag közel kerültünk hozzá. Ami miatt fontos még számunkra, hiszen a cél meg az üzleti szempontok is nagyon fontosak, de mi szeretnénk, ha a turisztikai program kínálatában minél jobban integrálódna a kiállítás, és hát ez a szép látogatószám ezt igazolja. Illetve én hiszek abban, hogy a személyes marketing a legerősebb, tehát akik ide eljönnek és pozitív élmények érik őket, azok ezt elmesélik másoknak, és ez újabb látogatót generál. Gyula sikerének a titka az, hogy csapatmunka folyik. Szoros együttműködésben dolgoznak az érintett szereplők, és egymást támogatjuk, és hál' Istennek a kastélyt működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft-re is ez jellemző. Mindennek köszönhető az, hogy ez a kastély, ez működik, tele van élettel, és gazdaságilag is sikeres, és hogy itt vidéken látható az a csoda, hogy mondjuk egy ilyen októberi esős kedd délelőtt is sorba érkeznek a látogatók, és a kastélyban élet van, jönnek, mennek a vendégek. Gyulának a vendégei száma folyamatosan nő, az itt eltöltött vendégészakák száma is 2012 óta folyamatosan nő, tehát megvan az a vendégkör, amelyre építeni tudjuk a kastély szolgáltatásait, és másrésztről a kastély egy újabb olyan vonzereje ennek a városnak, amely további vendégeket csábít hozzánk, és további vendégek távoznak elégedetten ebből a városból. A visszajelzések szerint azzal, hogy megint szeretnének majd eljönni Gyulára, és újabb napokat tölteni nálunk, esetleg megint eljönni a kastélyba, hiszen ezt nem elég egyszer látni.